Egy bronzkori földvár maradványait és többek között egy honfoglaláskori temetőt is találtak nemrégiben régészek a Hernád völgyében. Az autópálya építésnek helyet adó nyomvonalon bronzkori tárgyak, a temetkezés helyén pedig nyílhegyek és lószerszámok is előkerültek a földből. Méra határában jelenleg egy pusztaság terül el, most régészek dolgoznak, de hamarosan itt épül meg az M30-as autópálya Miskolc-Tornyos-Németi közötti szakasza. A bronzkorban azonban egy földvár állt ezen a helyen. Látszanak a világos, ilyen fehéreszínű cetlik leszúrkodva egyelőre. Ott álltak a cölöpök, tehát a kapuépítménynek a tartozékai. Miskolcot Kassával köti majd össze hamarosan ez az útszakasz, de régen is jelentős kereskedelmi útvonal volt ez. Az egykori kapukon keresztül sokféle áru cserélhetett gazdát. Ezen el lehet gondolkozni, hogy esetleg egy komplett kapuépítmény volt az egész bejárat fölött, vagy például a külső cölöp helyekben mondjuk hegyezett karók voltak. Tehát, hogy itt valamiféle komolyabb erődítésre kell gondolni, mint egyébként szokott lenni ilyen helyszíneken. A feltárás során gabonatárolásra használt vermeket is találtak. Ezek az építmények voltak egykor a pince őskori megfelelői, de számos eszköz is előkerült a földből. Például ilyen bronzból készült, jellegzetes formájú nyílhegyeket is találtak a régészek. Ezek a kora vaskorban jelentek meg a szkítáknál. Ez egy bronzkori edényke, ami a próbafeltáráson előkerült, ez tavaly történt meg, és most szépen meg van restaurálva. Jól látható a geometriai díszítés, és a karcolatokat mésszel színezték. Az Orkhegyi ásatáson egy honfoglaláskori temetőt is találtak. Az egyik sír egy íjászt rejtett, aki mellé a lovát is eltemették. A halott mellett előkerültek a viseleti tárgyai, illetve a fegyverei, talán ez a legizgalmasabb, ugyanis miért mondjuk, hogy ő egy íjász volt. Előkerült a nyíltartó tegeze, tehát az a tegez, amiben a nyílvesszőket tárolta, és a nyílvesszők között volt egy nagyon érdekes nyílhegy. Ezekbe a résekbe gyúlékony anyagot tettek, így a nyílvessző célba érve jókora tüzet is okozhatott. A feltárási munkák még javában folynak. A földvár területén a nyár végéig dolgoznak majd a szakemberek.